Rendkívül gazdag színes programmal várta a vendégeket az esélyegyenlőség napján a Méltóság napja templomba Iványi Miklós a templom lelkésze. A roma kultúrára fogékony közönség között voltak közéleti emberek, művészek, újságírók. A nap folyamán több előadás hangzott el a cigányság múltjáról, jelenéről, más-más szemszögből közelítve a témához. Az esélyegyenlőség napról, ha szó van, akkor talán nem véletlenül eszünkbe juthat a romák marginalizálása. Mióta velünk élnek, mióta itt élnek az országunkban, azóta marginalizálva van a roma közösség. Talán nem véletlen az, hogy az ő kulturális napjukat kértem meg, vagy hívtam ide az esélyegyenlőség napjára, mert hisz méltatlanul bánunk vele, mióta itt vannak. Elsőként Iványi Miklós, mint házigazda üdvözölte a gyülekezetet, és a napot természetesen minden romának, de elsősorban Lakatos Menyhértnek dedikálta, akinek nevéhez a roma polgárjogi mozgalom elindulása fűződik. Talán ő az igazán teljes hévvel és szeretettel, szívvel elkötelezett polgárjogi aktivista, aki mindent megtett a romákért, emléke legyen áldott, nincsen sajnos már közöttünk. A kispesti önkormányzatot Vincek György alpolgármester képviselte, aki köszöntőjét szintén az édesanyákra emlékezve kezdte, és emlékezett arra, hogy a férfi-nő egyenjogúság Európában sem volt mindig természetes. Magában ebben a bizonyos uniós előírásban, cikkeiben az egyik legkiemeltebb tétel a férfiak és nők kapcsolata, egyenjogúsága, és itt csak megemlítem, hogy bizony ez sokáig nagyon-nagyon messze állt Európában is, hisz Magyarországon most ünnepeljük a 100. évfordulat annak, hogy a hölgyek szavazhatnak, és az akkori szavazás is nagyon sok feltételezhet volt. Tehát nagyon messziről indult már Európa is, és világurai voltak az európaiak, de talán sikerült nekik ebből adódóan sokkal nagyobb hangsúlyt fektet itt a világon arra, hogy az esélyegyenlőségnek mekkora jelentősége van. Az alpolgármester emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unióba való belépéskor Magyarországnak is meg kellett alkotnia esélyegyenlőségről szóló programját. Úgyhogy ha valakit érdekel az adott településének programja, az bátran, gondolom a honlapokon minden önkormányzatnál ez megvan, itt Kispesten is megtalálható, és nagyon sok érdekes dolgot lát, mert tulajdonképpen az uniós kötelezettségből le kell vezetni egy adott településnek, hogy ő maga a település szintjén mit tud tenni a nőkért, a gyermekekért, az idősekért, a fogyatékkal élőkért, hogy működünk együtt a vallásos közösséggel, hogy működik együtt a civil szervezetekkel, és ha ezt így át tudják tanulmányozni, akkor döbbennek rá, hogy mennyi mindenre kéne egyszerre figyelnünk. A párbeszéd, a tapasztalat és az információcsere a helyi civilek és a városvezetés között éppen ezért nagyon fontos. Erre nyílik alkalom például egy ilyen napon is, amikor egy kisebbség küzdelmére, problémáira, kérdéseire, ugyanakkor kultúrájának gazdagságára is rápillanthatunk. A rápillantás a falakat díszítő képekkel, Ferkovics József festményeivel kezdődött, és több más művésszel folytatódott. Itt volt közöttünk a roma asszonyok kórusa, nagyszerű kezdeményezés, ezért nagyon örülök annak, hogy hallatják hangjukat, Balog Janó a művészeti vezetőjük, aztán Csurkulya Józsefek, az idősebb és ifjabb Csurkulya József, nagyszerű cimbalomművészek. Itt van közöttünk Nagy Gusztáv költő, aki több nyelvre lefordította a magyar költők kiemelkedő verseit, nem csak több nyelvre, hanem cigány nyelvre, és ez fontos dolog. A felszólalók közt volt Kálai Szilvia, Kispest rómaügyi referense, Moldova Ágnes, dokumentarista filmrendező, Fátyol Mihály újságíró, Horváth Aladár polgárjogi aktivista, Losó Györgyné, a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület vezetője, és Gibril Dín, a Mahatma Gandhi Egyesület elnöke is. Előadásaik tartalmáról magazinunkban bővebben számolunk be önöknek. Az esélyegyenlőség napon az igehirdetést Lakatos Anka, Lakatos Menyhért lánya tartotta.